a helyszínen egy betörésnél, vagy egy eltűnt személynél, vagy báronnal rögzítünk egy szagot, ez a helyszíni szag. Kutyás rendőrökkel is találkoztak az Esőmanok Tolna megyei autistákért egyesület táborozói, a gyerekek ugyanis a Tolnavár megyei rendőrfőkapitányságon jártak. Az egyenruhások a fiatalok kérdéseinek megválaszolása után megmutatták nekik a hatóságnál szolgáló ebeket, majd egy bemutatót is tartottak nekik. A mai napon a rendőrségre látogatott gyermekek számára nagyon fontos az, hogy megmutassuk nekik a rendőrség munkáját, hiszen nem minden nap találkoznak vele. Feltehetően az életük során nem lesz olyan közülük, aki majd egyenruhás. Válik, viszont nagyon sok olyan élménnyel és tapasztalattal fognak hazatérni feltehetően, amikor majd elmondják a szülőknek, hogy miért is jó a rendőrségre menni, és miért is jó esetlegesen rendőrnek lenni. Az Esőmanók a biztonságos nyaralásról és szünidőről is beszélgettek a közlekedési szakemberekkel. A bátrabbak egy kerékpáros pályán próbálhatták ki tudásukat, a többiek pedig beülhettek a rendőrautókba és felülhettek a rendőrmotorokra is. Akiket érdekelt, egyébként még a fegyvereket is megnézhették. Érdemes ez az egész, mert a különböző programoknak mindig megvannak azoknak a hatásai a gyerekek számára, hogy be tudnak például illeszkedni, vagy tudnak tanulni mindenfélét. Az egyesület már negyedik éve szervezi meg a tábort, mindig próbálják úgy alakítani a programokat, hogy a gyerekeknek olyan élményekben legyen részük, amikben máskülönben nem tudnának részt venni. A többségük nem tud egy többségi iskolában lévő táborba járni, mert ugye nem bírják azt a stressz helyzetet, azt a körülményeket, amit ugye azért ott egy nagy táborban azért 4-500 gyerek is van sokszor, azért az nekik nagyon megterhelő. Az egyhetes tábor során számos helyre ellátogatnak az Esőmanók. A tervek között szerepel bowlingozás, sárkányhajózás és kirándulás is, majd a hetet strandolással zárják.